A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, két évtized után ismét Székesfehérvár adhatott otthont a Magyar Kézsebész Társaság kongresszusának, éves kongresszusának és a Fiatal Kézsebészek Fórumának. Erről fogunk beszélgetni. Vendégem a vendéglátó, mármint a kongresszus vendéglátója hazai pályán, a Szent György Kórház főorvosa, Szarvas József. Tisztelettel köszöntöm. Nos, hát én azt hiszem, hogy ez a három nap, ez nagyon-nagyon fontos három nap volt. Nem csak azért, mert a találkozón természetesen ott voltak a kézsebészek, fiatalok, kevésbé fiatalok egyaránt, hanem ugye megtisztelte jelenlétével Spány Antal megyéspüspök, aki megáldotta a jelenlétet, a jelenlévőket. Székesfehérvár Tróth Péter alpolgármester képviselte, illetve ott volt a vendéglátó Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, Bucsi főorvos úr is. No, ez egy hatékony fórum nyilvánvaló, de az elsődleges, ahogy Lenkei Balázs fogalmazott, a 3T, találkozni, tanulni és tovább lépni. Mi történt ezen a kongresszuson alapvetésként? A Covid az még az elmúlt évben, azelőtt is egy kicsit rányomta a bélyegét az éves kongresszusokra. Ugye egy év kimaradt, és újra meg kellett tanulnunk azt, hogy ez egy felszabadult hangulatú, légkörű találkozó legyen, és merjünk kinyílni egymás előtt, és merjük jól érezni magunkat. Tehát ez egy olyan tapasztalatcsere, ahol oda-vissza működik. Tehát mindenki elmondhatja a saját gondjait adott esetben, vagy éppenséggel eredményeit, és nyilván meghallgathatja a másokét is, hiszen ennél fontosabb nincsen. Igen. Azt lehet mondani, hogy ez egy rekord résztvevő számú regisztrált résztvevő számú kongresszus volt a kézsebész kongresszusok sorában. Talán ez a nyitás, kiszabadulás is érezhető volt ebben. És ugye ez mindig arra ad lehetőséget, hogy akinek a tarsójában van valami újdonság, amit szeretne megmutatni, valahol tanult valamit, ő kikísérletezett valamit, vagy éppen több éves munkájának az eredményét összegezte, és úgy ítéli, hogy ez érdemes arra, hogy megossza a tapasztalatokat, akkor itt egy-egy előadás formájában ezt megteheti, hiszen lehet előadásokkal jelentkezni ezekre a fórumokra, illetve aki nem előad, csak hallgató, idézőjelben csak hallgató, ő is nagyon sokat profitál a mások munkájából, mások okosságából. Nagyon fontos kérdés, hogy a tovább lépés. Nyilván vannak olyan tapasztalatok, amelyeket egy ilyen kongresszuson megosztanak egymással. Ez mennyire alapvetés, hogy egy előadás arról szóljon, amit tanulhat is a kolléga, aki más területen, de ugyanezen a szakterületen dolgozik? Ennek a kongresszusnak is az egyik jó nagy hangsúlyt kapó témája a nyeregízületi kopások. Ez itt van, ez a kéznek az ízülete, és gyakori sokak életét megkeseríti. És voltak ennek a kezelésébe különböző érák, időszakok. Egy időben én például ennek az ízületnek az elmerevítése mellett álltam ki, előadásokat is tartottam, és azt kell mondjam, hogy jók voltak az eredmények,
De párhuzamosan már jöttek olyan vélemények, előadások, hogy ezt nem kell elmereveníteni, az egyik alkotócsontot ki szabad venni, és akkor legalább olyan jók lesznek az eredmények, esetleg kisebb ráfordítással, mert nem kell mondjuk a beteg kezét 6 hétre begipszelni. És akkor ezen elgondolkodtam, elkezdtem csinálni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a másik módszerről már teljesen leálltam, leszoktam, és pontosan egy vagy két ilyen kongresszuson hallottak, ösztönöztek erre, hogy változtassak. Tehát ez egy ilyen saját példa, de vannak ilyen szemlélet, módszerformáló változtatások. És ez rendkívül fontos, annál is inkább, mert Lenkei Balázs, a társaság elnöke is úgy fogalmazott, hogy egyrészt a kézsebészeti szakmát fontos méltatni, és ez így van rendjén. Ugyanakkor hozzátette, hogy a szakterület okán kell, hogy beszélni a mikrosebészetről, az ortopédiáról és a plasztikai sebészettől is lehet átvenni a szakmán belül, a hivatáson belül adott esetben dolgokat. Igen, hát lehet mondani, hogy ez egy ilyen határterületi téma, és sok szempontból speciális, mert nagyon kis helyen, nagyon sok képlet zsuforódik össze, apróak ezek a képletek, mondjuk az idegek, ha ez megsérül, akkor nem szokványos műszerekkel és módszerekkel lehet ezeket helyreállítani, kell hozzá technika, mondjuk mikroszkóp, vagy nagyítású lupé, apró műszerek, és hát kell hozzá egyfajta gyakorlottság is, meg egyfajta attitűd, vagy egyfajta vehemencia, tehát ez nem a nagy kalapácsok és végsők és fűrészek területe, hanem inkább a sok órán keresztül alig kívülről, úgy tűnik, hogy alig mozog valamit az operatőr, mégis történik valami. Ugye a Covid-járvány kapcsán megállapították önök is ezen a konferencián, hogy ez egy rendkívül nehéz időszak volt. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, hiszen korán sem mindegy, hogy majdnem két éven át egy egészen másra kellett felkészülniük. Igen, egy speciális időszak volt. Nagyon sok olyan műtét, ami korábban magától értetődő volt, hogy megcsináljuk, el kellett, hogy maradjon. És például ebből meg lehetett tanulni azt, hogy vannak olyan betegségek, amik esetleg műtét nélkül is meggyógyulhatnak. Az egy másik kérdés, hogy mennyi idő alatt és mennyi kínlódással, szenvedéssel a beteg részéről, de minden esetre ez is egy másfajta szemléletet adott, illetve hogy a sürgősség, fontosság szempontjai között máshogy lehet értékelni azt, hogy mi mennyire sürgős. Mert hiszen a Covid alatt is el lehetett azért nagyon halasztható dolgokat odázni, nem volt jó. Nem volt jó érzés, hogy nem csinálhatjuk a rendes, megszokott menetrendet. De azt gondolom, hogy sok helyen a világban például, ahol kevesebb lehetőség van mondjuk műtéti kezelésre, ez most nincs máshogy. Ön miként látja a Covid, milyen hatással volt általában az egészségügyi ellátásra, hiszen és most itt szűkítsük le a területet nyilván, tehát a Szent György Egyetemi Oktatókórházban. Hiszen ez óhatatlanul is megnövelte egyik oldalról az önök felelősségét, ez természetesen vonatkozik az orvosokon túl az ápoló személyzetre is, másrészt pedig nyilván sokkal nehezebb volt az ellátásra szorulók dolga is. Nagyon átstruktúrálta a munkánkat és a működésünket, eleve nem volt annyi beteg az osztályon, mert nem lehetett fölvenni őket, illetve sok munkaerőt más területre kellett, a Covid területére, például nővéreket, orvosokat is
hát irányítani, és akik megmaradtak harcképesen, őket két csoportra osztottuk. Aki két hetet dolgozott, meg aki két hétig várta, hogy beteg lesz, vagy nem lesz beteg, és aztán cseréltünk. És hát nagyon sok mindent kellett online elintézni, telefonon elintézni, szervezni. Akkor épp én voltam az osztályvezető traumatológián, minden nap jöttek az új, több rendelkezés, járványügyi rendelkezések, betegfelvétellel kapcsolatosak, és hát ezeket foganatosítani kellett. De hát sok mindent hozott azért ez az időszak az egészségügy számára. Például a felhőbe felrakott gyógyszereket, hogy a házi orvost máshogy is el lehet érni azért, mint csak személyesen. Az EST rendszerét, ahol sok minden online megoldódik. Tehát azt lehet mondani, hogy valamit profitáltunk is ebből. Tehát ez az ön személyes tapasztalata, de a készsebészetben is azért ilyen értelemben voltak változások. Miként látja, meg lehet tartani azokat a vívmányokat, amelyet részben kényszerűségből kellett bevezetniük a COVID után? Hát ami pozitív hatással van, az nyilván érezteti a hatását, és az belekerül a mindennapi gyakorlatba. Csak azért, mert ez COVID hozadék volt, biztos, hogy nem fogjuk elvetni. De ezek így konkrétan nem is tudatosulnak azért annyira, hogy mi az, amit ide kell sorolni, mi az, amit nem. Hát mindig fejlődik ez a terület is, és hát nagyon szorosan együttműködik nálunk pláne a traumatológiával, mert hiszen egy osztályon belül működünk, és aki a késsebészetet műveli, az ugyanúgy ad traumatológiai ügyeletet, és hát végez általános traumatológiai műtéteket is. Nagyon fontos kérdés, ugye a bevezetőben elhangzott, hogy nemzetközi volt ez a kongresszus, mégpedig azért, hiszen két külföldi, egy lengyel és egy angol késsebész is itt volt, és online hozzá lehetett szólni ehhez a történethez. Bocsánat, hadd helyesbítsek, nem egészen. Tehát ez nem volt, ez egy hazai kongresszus volt, ahova hívtunk két külföldi előadót. Igen, ezért mondtam nemzetközinek, hogy igen megszólalt. Illetve a magyar előadók közül is voltak ketten, akik pontosan azért, hogy legyen egy angol nyelvű szekció is, a saját előadásukat angolul mondták el, illetve kértük a többi előadót is, azért, hogy ez a két külföldi résztvevő is értse és bele tudjon kapcsolódni az előadásokba. Ha a szöveg magyarul is hangzik el, a feliratok, ábrák, feliratai, magyarázó feliratok esetleg legyenek angolul. Ezt sokan így világos. Meg is tették. Mik kerültek fókuszba ezekben az előadásokban? Hiszen korántsem mindegy, hogy erről a szakterületről miként gondolkodnak adott esetben Lengyelországban. Az egyik, mondjuk, hogy főterület a csuklótörések, a rádiusztörés, tehát ez egyik alkarcsontnak az alsó vége, ízület közeli töréseknek az ellátása, nagyon sok technikai újítás van már ezen a téren, de nem egy könnyű terület, úgyhogy még mindig születnek új megoldások, újfajta eszközök. Egy cégnek volt is ilyen eszközökről bemutatója. Ez a bizonyos nyeregízületi kopásokról volt egy blokk, egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ahol az ebben résztvevők egy körkérdések alapján mindenki elmondta a saját gyakorlatát, saját véleményét. Természetesen a közönség is hozzá szólhatott.
a mi osztályunk egyik előadása például arról szólt, hogy ilyen darabos csuklótörésnél kell-e csontpótlást végezni, az összezömült, vagy éppen hiányos csontot ki kell-e pótolni, akár saját csonttal, akár ilyen konzerv, úgynevezett liofilizált csont szivacsal, vagy lehet várni arra, hogy ez majd kitelődik. És akkor ezek a vélemények ütköztek a vitában is. Egy másik előadásunk nagy számban végzett, mondhatni rutin műtét kétfajta technikájának az összehasonlításáról szólt. És hát nagyon sok mindent. Most nem tudom, mennyire látszik egy ilyen kongresszuson, hogy egyrészt ez a szakterület rendkívül fontos, mert tehát nyilvánvaló, hogy a részvők létszáma is ezt bizonyította itthon, és ugye itt arról szólt, hogy ön is így fogalmazott, hogy jó tudni, hogy egy-egy problémához van kihez fordulnunk, ha nem tudjuk megoldani ezt az országban. Tehát ennek tükrében kérdezem, hogy hol tart? Nem is annyira az országban, a saját intézményben. Tehát, hogyha itt Fehérváron erre nincs mondjuk egy bejáratott módszer, nincs, aki ebbe gyakorlott lenne, akkor ki van még az országban, akitől tanácsot lehet kérni, vagy akár műtétre is átveszi mondjuk a beteget. Ennek tükrében hol tart ma a kézsebészet hazánkban? Illetve, ha úgy tetszik, a régiónkban? A magánellátás az sok területen átvette az állami szerepeket, de ezek mondjuk úgy, hogy a kis műtétek, vagy a nem nagyon nagy technikai hátteret és kórházi befekvést igénylő műtétek azért. Tehát az igazán nagy műtétek vagy nívós dolgok inkább még mindig az állami szférában zajlanak. Sokan mentek, ha nem is teljes foglalkoztatásban ezekben az intézményekben, tehát vállalnak munkaidőn túl ezekben a magánintézményekben munkát. De azt gondolom, hogy ez nem válik kárára az ellátásnak. De aki ezt meg tudja fizetni, nyilván nem jár rosszul ezekkel az ellátóhelyekkel sem. Értem. A kongresszuson túl, tehát a szakmai munkán túl, amely nyilván az alapvetés egy ilyen találkozón, azért nagyon fontos volt, hogy a vendégek megismerhették Székesfehérvárt, ezt önnek köszönhetik. Milyen tapasztalatokkal bír egy ilyen találkozó, hogy egy kicsit, ha nem is látványosan, de egy kicsit elmélyedjenek abban, hogy milyen a mi városunk. Ez fontos? Igen, hát hiszen én ez a kapcsolatokat is megerősíti bizonyos értelemben. Úgy gondoltam, hogy a mi városunk van annyira történelmi, van annyira szép és van annyira élő, hogy itt lehessen mit megmutatni a vendégeknek, és hogy büszkék lehetünk azért arra, amit itt látható, meg amit megtapasztalható, és hát amennyire csak lehet, próbáltam ki aknázni ezeket a lehetőségeket. Nem egészen véletlenül történt az sem, hogy a polgármester urat, illetve a püspök urat kértem védnökökként. Ők is segítettek abba, egyrészt, hogy szponzorokat találjunk, másrészt az ő lehetőségeik őken belül. Például egy színházi előadást kaptunk, vagy egy orgona hangversenyt kaptunk, múzeum belépési lehetőségeket kaptunk, és ezeknek nagy sikere volt. Nagyon sokan jöttek utána, illetve közben, hogy hú, de klassz volt ez így, meg milyen szép helyen élünk. Az időjárás is nagyon mellénk állt, mert tényleg végig kiváló lehetőség volt arra, hogy
élvezzük a városotta lehetőségeket. Még a Borivárat is a zárás utáni egy ilyen vacsorával néhányan fölkerestük, és ott is egy jó hangulatú program, hogy sikerült csinálni. Mennyire jelent önnek, önöknek megerősítést egy ilyen találkozó sikere, hiszen ez fontos az kórháznak, fontos Székesfehérvárnak, és természetesen az orvosoknak is. Ugye én 20 éve már szerveztem egy ilyet, akkor még Sánta Ernő főorvos is aktív volt, az akkori osztályvezető éppen Füles Péter volt, és hát az engem nagyon motivált, és az is jól sikerült abban, hogy elverjek vállalni így 20 év után még egyet. Hát azt sajnos nem merem ígérni, hogy újabb 20 év múlva újra szervezek egy ilyet, de azok a fiatal kollégák, akik ezt most megtapasztalták, talán fognak erre emlékezni, és azt mondják, hogy akkor itt legyen még máskor is ilyen. Történjék így, Pörvös úr. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és hát bízunk benne, hogy elviszik az itt jelenlévő kézsebészek is Székesfehérvár, és az önök jó hírét, azt hiszem, hogy erre minden alap megvan. Az például, bocsánat, hogy még a zárszó után mondok valamit, hogy a Borivárban tett látogatás után volt, aki azt mondta, hogy akkor ő még itt maradt szombaton, és visszamegy a Borivárba, mert ezt érdemes részletesebben megnézni, meg itt marad még a Munkácsi kiállítást is megnézi. Tehát biztos, hogy volt ilyen hozadék, igen. Tökéletes megoldás. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták vendégem, dr. Szarvas József volt, a Szent György Egyetemi Oktató Kórház kézsebész főorvosa, még pedig ugye Székesfehérvár adott otthont a Magyar Kézsebészeti Társaság éves kongresszusának, erről beszélgettünk. Önöknek köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.